Sziasztok, szamócás sütit csináltam a Nikinek, nem olyan, mint a piskóta, de kitaláltam így egy tésztát, mert muszáj voltam, mert ugye ő tojásérzékeny. Nincs itt megégve, hanem fagyasztott gyümölcsből csináltam, és ráöntöttem a tetejére, amikor beleraktam a gyümölcsöket, miért mondok mindig zöldségeket, gyümölcsöket, akkor ráöntöttem a tetejére a levét, és az sült meg így rá, úgyhogy nincs megégve. Fasírt, mert van itthon még főzelék, és csináltam ilyen párnákat, ebbe virslit raktam, párolt hagyma van benne, ügyes sült hagyma, itt látszik is, hogy uborka is van benne, sajt, és becsuktam, felvágtam a tésztát, ugye, és így összehajtogattam, ezt én nagyon szeretem, Niki nem annyira szokta enni, nekem 2-3 napra elég, ugye van még főzelék, úgyhogy ahhoz van fasírt, meg a süti. Sziasztok, szép napot!